Sziasztok! Néhány nappal ezelőtt hazajöttem Boszniából, illetve néhány nappal ezelőtt Boszniában voltam, mivel ez egy nagyon rövid út volt, ezért igazából mindegy, hogy mondom. Szóval egy hétvégét a barátnőimmel Bosznia-Hercegovinában töltöttünk, mégpedig azért, mert ne. Igazából még egyikünk sem volt soha a Boszniában, sőt, tulajdonképpen a Balkánon sem nagyon jártunk. Jó, persze Horvátországban mindenki megy nyaralni, meg én egyszer voltam Szófiában, de úgy a Balkán többi részét nem igazán fedeztük még fel. Úgyhogy gondoltuk, hogy egy ilyen diákútra befizetünk, és elmegyünk és megnézzük. Felvettem néhány videót nektek ott, ugyanis vittem a GoPro-mat, mert az kicsi és kompakt, és bárhol előkaphattam, és felvehettem bele pár képet. Szóval átadnám nektek egy picit, hogy is néz ki Bosznia-Hercegovina, illetve inkább azt, hogy mi hogy láttuk, és milyen helyeken jártunk. És mindenek előtt még megmutatnám, hogy milyen szuvenírt vettem, ugyanis talán tudjátok rólam, bár nem tudom, hogy ezt valahol mondtam-e, de minden nagyvárosban eddig, illetve Kairót kivéve minden nagyvárosban vettem eddig életemben egy hógömböt, ahol jártam. Most viszont elkezdtem letenni erről a szokásról. Soma azt mondja, hogy hiba, mert szerint a leendő lakásunkban majd ez nagyon szép lesz és emléket állít az utazásaimnak, de valljuk be, mindet Kínában csinálják. A hógömb amúgy sem egy túl hosszú életű dolog, a New York és a Párizsi már tönkre is ment gyakorlatilag, a többi is kezd elszíneződni, kifordulnak a figurák, meg ilyesmi, lényeg a lényeg. Most nem vettem hógömböt, pedig Szarajevó azért eléggé nagy város, meg történelmi jelentősége is van, de most kihagytam ezt a dolgot, és helyette ezt vettem. Ez itt egy kávéköntő. Bosnyák kávét azt kifejezetten ebbe szoktak főzni. Egyébként azt hiszem a bosnyákok a kávéfogyasztási szokásaikat a törököktől vették át, tehát lehet, hogy Törökországban is ilyenben főzik, azt nem tudom. Azt tudom, hogy a kávéjuk nagyon hasonlít. És megkóstoltam, és íz lett. Ami fura, mert én nem vagyok kávépárt, én nem bírom a keserűt. Viszont nem is mindenhol ízlett egyébként, egy kifejezett helyen ízlett, méghozzá rózsás török cukorkával ittam, és úgy tök jó volt. Szóval egy ilyet vettem magamnak emlékbe, ez kézműves, és ott a szemem láttára gravírozta bele a rézműves bácsi, hogy Szarajevó 2016-10.22. És szerintem tök szép, és valószínűleg nem fogom kávéfőzésre használni, hanem dísztárgy lesz, és talán váza. Úgyhogy most fogadjátok tőlem szeretettel ezt a kis mini úti naplót, mert magamnak amúgy is elkészítettem volna ezt a videót, de így legalább ti is látjátok, hogy mennyire érdemes elutazni olyan országokba is, amire elsőre nem gondolnál. Mert nem sok ismerősömet hallottam eddig, hogy Boszniába menne, most viszont már elmondhatom, hogy érdemes. Ja, és a sminkemről annyit, hogy ez nem lesz nálam egy hétköznapi viselet, de imádom! Hát, ez milyen jó már ez a szemöldök! Ez a rúzs pedig a Jeffree Star rúzsom, amit továbbra is gyűlölök, ugyanis még mindig égett műanyag szaga van, az applikátorja még mindig nem tetszik, és ezt most csak azért mondom el, mert egy csomó olyan kommentet kaptam, hogy de a Jeffree Star rúzsok igenis jók, hát az enyém nem jó. És én azért nem akarok neki még több esélyt adni, ahogy az előző videóban is elmondtam, mert hiába bírom, mint youtubert, szerintem ezt nem tehetné meg a vásárlóival, hogy egyszerűen rossz a minősége annak a limitált szériás kollekciónak, amit kiad, és hogy bűzlik, és nem fed, és stb. Stb. És emellett méreg drága. Szóval bocsi, de nem. Nem tudom, hogy szélesnál túlszögre van-e állítva, vagy sem. És hány óra van? Negyed öt. Nagyon remegni fog ez a felvétel, úgy érzem. Ja, most elmondjam, hogy hol vagyunk. Nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Itt vagyunk, Viszokóban, vagy Visokó? Mindegy, Visokóban. És megnézzük az állítólagos piramisokat, amik szerintünk nem piramisok. Legalábbis mi, mint tudományos szakértők erre megállapításra jutottunk.
meg mindenféle ilyen ősi köveket és csakrajavító energiákat fogunk látni. Nekem ez nem tűnik ősi, nekem ezt kérem. Ez itt a márványbányának a reklámja. Bejöttünk a Nemzeti Könyvtárba, Szarajevóban, ami gyönyörű. Egyből jó. Beültünk végre egy tradicionális boszniai kávéra, illetve bosnyák kávéra. Most kiszállunk. És most épp azt is életezzük, hogy ezt hogy kell tradicionálisan enni, illetve enni, most van hozzá egy kis cukorka. Ami már elalvett a tűnjét szerintem. Igen. Úgyhogy most kávézunk. Most a bazár részen nézelődünk Szarajevó Old Town-jában. És egy megérkeztünk a szállásra, Mostárba, és összeszedtük magunkat egy kicsit, és most kimegyünk bulizni, vagy legalábbis körülnézni, mert amúgy sötét van, de kurva jól néz ki ez a hely. Úgyhogy indulunk! Most felvetted az ilyen reaction videót. Szerintem biztos át lehet tudni valahogy. Most voltunk egy bárban, ahol élőzene volt, meg kóstoltunk helyi sört, és nagyon fura, mert bent lehet dohányozni, úgyhogy füstös volt az egész. És most megyünk haza, méghozzá az Old Bridge-en keresztül, és valami csodálatos a hely. Ez hihetetlen. Onnan is élőzene szól! Ez egy kicsit ilyen érdekes, nem? Aha. Milyen nap van? Vasárnap. Vasárnap délelőtt van, és van kb. 2 óra szabadidőnk Mostárban, és így nézünk az épületek. Ez nagyon para szerintem. De, és nézd meg, milyen épület van mögötte? Jaj, jaj, azt nézem. Ennyire nem tudok a régiben. Igen, ha ugyanígy. Valahogy itt Boszniában egészen keveredik a régi, meg az új, és a teljesen lepukkant, meg az egészen normálisan kinéző. Mind épületben, mind nagyjából minden másban. És
Most hova megyünk? Ja, és most felmegyünk az Old Bridge-hez. Most egyébként ugyanazon az útvonalon megyünk, mint ahol tegnap, csak világos van. Úgyhogy nagyjából ugyanezt láttuk, de most jobban meg tudjuk nézni. És itt végig építkezés van, egy csatornázás, vagy valami ilyesmi. És végre beértünk a valódi oldváros, óváros részbe. Igen, lehabozott, de nem tudjuk, hogy mit csinálunk a habbal, úgyhogy csak belerakjuk a csészébe. És utána kiöntesz egy picit. Utána. És akkor fogod a cukrot, belemártod, harapsz belőle. És rájtom. Nagyon, nagyon jó. A kávénak nem elégzelem. Ez savanykásabb. Ennyi, ha lesz is nyitott egy kávét, ahol tegnap azt kell megkésen, hogy olyan finom volt. Igen. És azt hiszem, hogy olyan érdekel. Nem elég üdni. Mert hogy semmi nem hallatszik, mert annyira zubog ez a vízesés. Blagajban vagyunk, Mostártól nem messze, és épp felfedeztük ezt a helyet. Csoda! Most pedig átkelünk egy hallón. Ez is hihetetlen, itt a pótszék. Thank you.
visszatértünk Szarajevóba Blagajon keresztül, és van egy kis szabadidőnk, úgyhogy kajálni fogunk, teázni fogunk, vagy kávézni, meg még körülnézünk, amíg szépen megy le a nap. Addig kutya. Olyan, mint egy bárány. Igen, én is ezt akartam mondani. Itt. Szia! Jaj, hogy néz! Hopp, ott a Vili! Itt van Európa legidősebb, nem. Első. Hát igen, és első. Itt van Európa első villamos vonala, és azóta sem nagyon újították elvileg, de szerintem semmi probléma vele, mindjárt meglessük. Épp most teljesítettük az őszi bakancslista Basic White Girl feladatát, vagyis itt